az Eszterházi családról valamit röviden. Három ága volt, a hercegi, ez a Kismarton-Fertődi, sok híres embert adott az országnak, talán a legismertebb Eszterházi Fényes Miklós, aki magát a Kismartoni kastélyt is és a birodalmat megteremtette, aki egy nagyon nagy gyűjteményt és könyvtárat hozott létre, ami ma is látogatható és ma is nagy kincs. És volt két grófiága, az egyik az itt Csákvár Oroszlány Tata környékén működő ág volt. Nagyon érdekes dolog, hogy amikor én az oroszlányi szénbányáknál jártam, akkor mondták, hogy azok a sarjai az Eszterházi családnak, akik a háborúban nem menekültek el nyugatra, azok ott maradtak, és volt egy, aki a bányánál dolgozott, és nagy tiszteletben tartották, mert grófi származása ellenére nagyon jól beilleszkedett a bányász közösségbe, és együtt dolgozott velük. De tulajdonképpen akartam mondani, hogy a futballista Eszterházi Márton és az író Eszterházi Péter is ennek az ágnak a leszármazottakja. És a harmadik Eszterházi ág pedig a felvidéki, mondják galántáinak is, ez az az ág, amivel Eszterházi János, a felvidéki politikus is tartozik. Ez az Eszterházi családnak a nyitraújlaki kastélya, Nyitra mellett van egy kis falu. Sohasem volt magyar, mindig többségében szlovák falu volt. 1901. március 14-én itt született Eszterházi János. Édesanyja Tarnowska Erzsébet, egy erdélyi grófnő volt, édesapja pedig Eszterházi János, katonatiszta, monarchia seregébe szolgált. Viszonylag fiatalon, a János születése után 5 évvel meghalt. Tehát a Tarnowska Erzsébet, vagy Elizabeth Tarnowska, lengyel grófnő nevelte föl magyar keresztény szellemben a három gyermekét, ez azért érdekes. Kastély kápolnájából társalgó lett, a szobákat természetesen átalakították, a kastélykertbe beépítettek mindenféle orvosi, meg nővérszállókat, meg egyéb ilyesmiket. Kicsit elrontották, de mégis azért megvan jó állapotban. Évekkel ezelőtt abban a szerencsében volt részem, hogy Michelski Péter társaságában. Michelski Péter, na, itt van akkor ez a kis családi idill. Itt van Eszterházi János és a felesége, Serényi Lívia. És itt van Michelski gróf, és Eszterházi Mária Michelskinek a felesége, tehát tulajdonképpen Michelski sógora volt Eszterházi Jánosnak, és ott van Eszterházi Lujza, Eszterházi János nővére. Tehát tulajdonképpen ebből a házasságból 4 gyermek született, Michelski Péter az egyetlen fiú és 3 lány. Péter bátyám pár évvel ezelőtt, tavaly előtt Krakóban meghalt egyébként. 4-5 évvel ezelőtt még, amikor arról beszéltünk, hogy fel kellene újítani Nyitraújlakon az Eszterházi kriptát, és Eszterházi Jánosnak ott kellene emléket állítani, akkor együtt voltunk, ő a családot képviselte Nyitraújlakon, és vele járhattam végig a kastélyt, és mutatta, hogy hol laktak ők, hol lakott a nagybácsia, ki hol lakott, és egyáltalán hol voltak a cselédlakások, és hogy működött annak idején a kastély. Ez is egy különleges élmény volt. A két leánytestvéréről szeretnék mesélni, és ezekből a dolgokból ki fog kerekedni aztán Eszterházi életrajza. Nem úgy akarom mondani, hogy ekkor elvégezte ezt, akkor belépett oda, és aztán ez volt az volt, hanem a két leánytestvére különös szerepet töltött be az életében. Eszterházi Lujza, a nővére, ő egy szerelmi csalódás folytán nem ment férjhez, és
egész életét, munkásságát a politikus öccse szolgálatába állította, mellette dolgozott politikusi pályáján, szinte a titkárnője volt, de azon kívül önálló ügyeket is vitt a magyar pártban, ő intézte a nőügyeket, ilyen nőmozgalmi ügyeket, és a kultúrát, és egyéb ilyen dolgokat. 1944-ben az édesanyjukkal együtt ők nyugatra távoztak, aztán Párizsban éltek. Párizsban írta meg Lujza a Szívek az ár ellen című könyvét, amelyik a Püskinél még most is kapható. Ebben leírta gyermekkorukat is, és ezt az időszakot, amikor Jánossal együtt dolgoztak a politikában, nagyon sok érdekes dolog van benne.